A korábban csak Orbán kedvenc arab üzletembereként emlegetett Zaid Naffa a parlamentben nézte végig az új országgyűlés eskütételét. A dolog azért különös, mert személyével kapcsolatban a TEK nemzetbiztonsági kockázatokat állapított meg. Naffa egyébként Jordánia tiszteletbeli konzulja. Demeter Márta készítette ezeket a képeket a parlament alakuló ülésén. A karzaton figyelő férfi nem más, mint Zaid Naffa, aki korábban segítette a körözés alatt álló szaúdi milliárdos Gáid Fáraon magyarországi beutazását. Nagyon meglepődtem, hogy ugye azok után a botrányok után, amik napvilágra kerültek vele kapcsolatban, még egyáltalán beengedték őt a parlamentbe. Ebből szerintem pontosan látszik az Orbán kormánynak a viselkedése, hogy mi kint egyébként rendőrsortfalakkal kerültették el a tüntetőket, addig Zaid Naffa, aki egyébként terror szempontú nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezt a TEK maga is leírta, az vígan üldögélhetett a parlamentben. Megbukott a terrorátvilágításon Orbán kedvenc arab üzletembere. Tavaly októberben az Index írt először arról, hogy kockázatokat tárt fel a TEK, amikor ellenőrizte Jordánia tiszteletbeli konzuljának hátterét. Zaid Naffa, hogy faraón és magyar állampolgárságot akart, ekkor bukott meg az átvilágításon. Szijjártó Péter ugyan más témában tartott sajtótájékoztatót, de híradónk megkérdezte, hogy lehetett ott egy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személy a parlamentben. Én úgy tudom, hogy a parlament alakuló ülésére a diplomáciai testület tagjai kaptak meghívást. Én azt gondolom, hogy ezt a parlament kellett, hogy intézze, lehet, hogy a külügyminisztériumnak protokoll szempontból ebben kellett segítenie, de a diplomáciai testület tagjait meg szokták hívni a parlament alakuló ülésére. A Népszava egyébként az országgyűlés sajtóirodájától azt az információt kapta, hogy Naffa a külgazdasági és külügyminisztérium meghívására vett részt az alakuló ülésen. Cseri Ferenc szerint, aki a nemzetbiztonsági ellenőrzést elrendeli, az mérlegeli mindig, hogy a felmerült információ milyen mértékű és milyen szintű veszélyeztetést jelent. A TEK vizsgálta ezt a történetet, és ha odaengedték a miniszterelnök a környezetébe, akkor bizonyára van valami indok arra, hogy ő ott megjelenhetett. Tehát ez a veszélyforrás, ez nem közvetlen, hanem esetleg egy áttételes. Demeter Márta híradónak azt mondta, írásbeli kérdést nyújt be az üggyel kapcsolatban, és utána jár a felmerülő kérdéseknek.